A 2022-es év megyei önkéntesei kezükben az elismerést jelentő díjakkal Mária Pócson. A Hieroteosz Egyesület minden évben keresi a megye és a határon túli együttműködő partnerszervezetek legaktívabb önkénteseit. A Hieroteosz Egyesület mellett az Ifjúsági Keresztény Demokrata Szövetség és a Civil Közösségi Szolgáltató Központ is csatlakozott a kezdeményezéshez. Mindenki fontosnak tartotta ezt a célt. Egyházi szervezetek, politikai ifjúsági szervezet, civil szervezetek és még a közigazgatás különböző része is, és ezáltal így közösen tudtunk valami jót tenni így karácsony tájékán. Az elsősorban erkölcsi elismerést jelentő kitüntetéseket volt, aki a közösségteremtő munkájáért, mások pedig a határmenti menekült helyzetben vállalt segítségnyújtásért vehették át. Első perctől igen, a határon kezdtem szolgálatban, a határrendészeti kirendeltséggel együttműködik a polgárőrség, és az éjszaka ott voltam kint a határon, és ahogy szivárogtak, jöttek átfelé, úgy jeleztünk bent az önkormányzatnak, a férjemnek, hogy készülni kell, és azonnal segítség kell, és így a kormány oldalról is lehet. Hála Istennek Tilki Attila úr nagyon nagy segítségünkre volt, és ő jött, és azonnal ott volt, és fel tudtunk készülni mindenre. Én gyerekkoromtól ebben nőttem bele, hogy tegyünk a településünkért, már most már nekem is a saját családomért, szüleimért, minden lakónkért, és ez nem csak ide korlátozódik, pont az előbb egyébként a másik riportban ismerős a hölgy, a Gál Erika, hogy Barabáson is a Caritasszal, a görögkatolikus Caritasszal megjelentünk ott úgynevezett ilyen határszolgálatban, ott a Caritas ponton, úgyhogy ez nem csak ide terjed, vagy nem csak Mária Pócsa terjed ki, hanem környező településekre, vagy akár a határszélen is megjelentünk az önkéntes munkánkkal. Én úgy gondolom, hogy fontos az, hogy egy közösség része legyünk. Bennem ez hát közel 10 éve alakult ki, hogy én egy közösséghez szeretnék tartozni, azon kívül, hogy iskolai közösségen kívül, ugye. És akkor döntöttem el, hogy önkéntes szeretnék lenni egy ifjúsági szervezetnél. A díjátadó ünnepséggel egybekötött jótékonysági bált abból a célból szervezték, hogy adományokat gyűjtsenek a kárpátaljai fiatalok közösségeinek. Ebben a jelenlegi nehéz háborús helyzetben nagyon sok fiatalnak van nehézsége, és a kárpátaljai magyar fiatalok közösségeinek és oktatási intézményeknek, a Szent Gellért Katolikus Kollégiumnak, a Munkácsi Egyházmegye ifjúsági közösségeinek és az Ungvári Ingyen Konyhának gyűjtünk, és ebben ennek a gyűjtésnek a keretében közel 1 millió forint is, egy több 100 000 forint értékű tárgyi adomány jött össze. Ez a gyűjtés is még egy hétig folytatódik, és ennek az egész eseményszorozatnak egy központi ünnepsége a mai nap, amelyet a szeretet, a közösségünk szeretete, a másokon való segítségnyújtáshoz kapcsolódó szeretet, és a másokért való közösségvállalás és áldozatvállalásnak a szeretet része fogja össze. Karácsony időszakában, advent a várakozás időszakában, a karácsony ünnepét várva, azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos gondolat. Ennek a jegyében szerveztük ezt a mai ünnepséget. Sesztákosz Kárral megyei közgyűlés elnöke hangsúlyozta, az összegyűlt adomány nem a tehetős, bőkezű adakozóknak köszönhetően gyűlt össze, hanem egy olyan sokat utaztatott persejben, amelybe kiki a maga lehetőségeihez mérten segítette a rászorulókat. Az eseményen igét hirdetett Kocsis Fülöp hajdúdorogi érsek metropolita atya is, aki szintén az adakozás fontosságára hívta fel a figyelmet. Azt kell látni, hogy én mit kaptam, és abból kell adnom, mert azért kaptam.